hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Tisztelettel köszöntöm Önöket a 15. Városi Pedagógus Nap alkalmából. Tisztelettel felkérem Izsó Gábor polgármester urat ünnepi köszöntőjének megtartására. Tisztelt pedagógusok, kedves kollégák, vendégeink! Életünk alig, hanem legszebb, legfogékonyabb éveit az iskolában töltjük. Hat esztendősen egy éppen csak formát kapott, szinte tapinthatóan puha személyiséggel lépjük át az akkor még titokzatosnak tűnő kaput, hogy hosszú évek múltán kiforrott egyéniségként sziklaszilárd hittel és telve energiával lépjünk ki ugyanitt a nagybetűs életbe. Az, hogy ez kinek-kinek mennyire sikerül, hogy az iskolában töltött évek milyen nyomot hagynak bennünk, az azonban mindenki életében másképpen valósul meg. Gyakran hallani egy-egy életrajzban, de még bemutatkozáskor is. Jó iskolái voltak, jó helyre vették fel az illetőt. Elgondolkodtató, és a maga nemében talán elnagyolt ez a megfogalmazás. Elgondolkodtató főleg, amikor egyre gyakrabban látni üresen álló iskolaépületeket, főleg a kistelepüléseken, és elnagyolt is, hiszen épp a lényeget, az oktatás lényegét nem nevezi nevén. A pedagógust. Akinek jó iskolái vannak, az leginkább nagyszerű tanáraira lehet büszke. Azokra a gyermeki eszmélés mellett már ott bábáskodó óvodapedagógusokra épp úgy, mint a szigorlatokon, kolokviumokon rettegve tisztelt, vagy éppen csodálattal szeretett pedagógusokra. A jó iskola tehát a legkevésbé sem a ragyogó épületet, de még csak nem is a jó tankönyvet jelenti, hanem azt a helyet, ahol egy társadalom reprodukálja, sőt jobb esetben tovább is fejleszti önmagát. Az ország, a nemzet sorsa jövője áll ebben a szóban. Iskola. És ez a sors, ez a jövendő ott nyugszik egy maroknyi elszánt ember vállán, akit pedagógusokként foglal egyben a tudomány. Nincs ma olyan ember ebben az országban, aki hátra pillantva, végignézve élete folyásán ne látna egyet, vagy akár többet is maga mögött. Gondolatban visszatérve régmúlt gyermekségünk, diákéveink boldog útvesztőjébe, nagy egyéniségek, példaképek tekintenek vissza ránk. Az ő kezük, biztató szavuk volt az, amellyel útra tudtunk kelni, munkájuk nyomán érzékelhettük talán, hogy szárnyaink alatt először a szél fúj, egy olyan szél, amely bárhová repíthet bennünket. S ma gyakran szárnyak nélkül, vitorlát duzzasztó szelek híján is megfordulunk. Ott vannak-e még? Biztatnak-e még? Ott vannak. Vagyis itt. De nem csak a teremben, de tantermek százaiban, és ami még ennél is fontosabb, gyermekszívek millióiban. Munkájuk az újabb generáció útjára bocsájtása talán még soha nem volt ennyire nehéz, ennyire fárasztó feladat, mint napjainkban. Nehéz, mert a túlélhető és sokszor túl is élt gazdasági válság mellett értékválságra is küszködünk. És fárasztó, mert ezért a küzdelemért, amit ma mindannyiunk létéért, hazánk kulturális, sőt fizikai fennmaradásáért folytatunk, kevés köszönettel jár nekik. Ugyanakkor látni kell az értékeket is, látni kell azt, hogy a mai kormányunk törekszik a pedagógiát, az oktatás ügyét a helyére tenni, konszolidálni. Ez az út nehéz, rögös, szorítunk nekik, együtt fogunk dolgozni érte. Önök ezekben a nehéz időkben is kitartottak és kitartanak. Kitartanak a szakma becsülete, kitartanak a gyermekek, gyermekeink, unokáink mellett. Köszönet illeti ezért valamennyiüket, amelyet ezen az úton tolmácsolok most önöknek, és nem csupán önöknek, hanem a
önök által vezetett intézményeknek a szülők nevében és a diákok nevében is. Az a munka, amelyet önök végeznek, tudjuk, pénzen nem mérhető, és úgy hiszem, nem is ezt tartja önöket ezen a pályán. Sokkal inkább teszi ezt a kibontakozó gyermeki léleg megismerhetetlen csodája, az emberi értelem minden követ megmozgatni képes ereje. Önök, akik a gyerekekkel együtt élik meg ezen nagyszerű alkotás, az emberi személyiség születését, csak önök tudják igazán, mi az tanítónak, tanárnak lenni. És ez a tudás, amely akár a legnehezebb pillanatokban is képes mosolyt adni, ez a tudás az, amely mindig is föl fogja emelni a pedagógust arra a láthatatlan csúcsra, mely értelmet, valódi értelmet adhat egy életnek. Ezért léptek, ezért léptünk egykor mindannyian erre a csodálatos pályára. Erre a csodálatos pályára, amely sohasem azt nézi, sohasem azt firtatta, mi volt, hanem minden erejét arra összpontosítja, mi lesz és hogyan lesz. Úgy gondolom, a jövő építéséhez, a jövő emberének megalkotásához mérhető hivatás talán nincs is több és szebb ezen a világon. Ehhez a munkához kívánok önöknek, a ma pedagógusainak további sok sikert, sok erőt és jó egészséget a következő években. Köszönöm, hogy meghallgattak. A Városi Pedagógus Napra rendszeresen meghívást kapnak azon kedves a városban működő közoktatási és közművelődési intézményekben dolgozók, akik legalább 20 éve ezen a területen végzik munkájukat, ők a törzsgárda tagok. Kérem, fáradjanak a színpadra a 20 éves törzsgárda tagok, és köszönetképpen fogadják szeretettel virágunkat. Szilágyi Imréné, Alexej Sándorné, Hajnalné Lipcsei Edit, Kerepecki Istvánné, Bai Andrásné, Dihenné Hoffmann Tünde, Kovácsné Sas Éva, Tarcali Józsefné, Varga Henrietta, Bőr Ildikó, Horvátné Barta Ildikó, Barta Jánosné, Molnár Lászlóné, Harmati Gyuláné, Korcsok Györgyné, Körösi Gábor, Lagzi Imre, Molnár Gyöngyi, Molnár Miklós, Pálfi János, Vezsenyi Eszter, Koszett Sándor, Szombat Péterné és Szűcs Istvánné. Kérem, engedjék meg, hogy a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ nevében gratuláljunk Koszett Sándor igazgató úrnak újabb igazgatói kinevezéséhez. Kérem, fáradjanak a színpadra a 25 éves törzsgárda tagok, és köszönetképpen fogadják szeretettel ők is virágunkat. Pogoszob Anikó, Jantyik Tiborné, Csökmei Mária, Rabatinné Sajben Edit, Bondárné Takács Judit, Barna Zoltán, Nyesténé Kárp Anna, Erdei István, Nyíri Csilla, Sallai Józsefné, Tóth Erika és Tóth Pál. Kérem, fáradjanak a színpadra a 30 éves törzsgárda tagok, és köszönetképpen fogadják szeretettel virágunkat. Szodorai Ágnes, Liptákné Szabó Zsófia, Gulyás Andrásné, Lipcsei Jánosné, Liptákné Püski Erika, Szűcs Tünde, Szabó Jolán, Bámli Gabriella, Horvátné Barta Ildikó, Kindli János, Egyesiné Szűcs Magdolna, Pribék Sándorné, Szőlősiné Samu Erzsébet, Szabó Anna, Csonka Jánosné,
Mészáros Gáborné, Balázs Lászlóné, Bálint Lászlóné, Hegedűs Ferenc, Kis Jánosné, Pataki Attila Zoltánné, Tótné Lakatos Erzsébet, Váradi Tibor, Sápiné Turcsányi Ildikó. Kérem, fáradjanak a színpadra a 35 éves törzsgárda tagok, és köszönetképpen fogadják szeretettel ők is virágunkat. Kuffer Gergelyné, Fekete Mihály, Kocsorné, Csató Éva, Vári László, Vári Lászlóné, Liszkainé, Fűsűs Katalin, Dákné, Domonkos Julianna, dr. Gosztolya Ferencné, Kisné, dr. Balog Ibolya, Lengyel Zoltánné és Holá Béláné. Fáradjanak a színpadra a 40 éves törzsgárda tagok, és köszönetképpen fogadják szeretettel virágunkat. Nagy Lászlóné, Varga Andrásné, Csíkfejes Jánosné, Kis Józsefné, Hegedűs Irén, Zalai Bálintné, Kis Sándorné, Domokos István, Varga Imréné és Sajti Mária. A Városi Pedagógus Nap alkalmából köszöntjük az idén nyugdíjba vonulókat. Gulyás Andrásné és Nagy Lászlóné, akik nyugdíjba vonulásuk mellett miniszteri dicsérő oklevélben is részesülnek. Az oklevelet Izsó Gábor polgármester úr adja át. Idén megy nyugdíjba, és ez alkalomból kérem fogadja szeretettel virágunkat, és fáradjon fel a színpadra Zalai Bálintné, Lipcsei Sándorné, Kósa Józsefné és Balázs Lászlóné. Szeretettel köszöntjük Straciszki Andrásnét is, aki nyugdíjba vonulása mellett 40 éves törzsgárdatag, és a szolgálati emlékéremben is részesül. Az emlékérmet Izsó Gábor polgármester úr adja át neki. Straczynski Andrásné 1977-ben szerzett óvónői diplomát a Szarvasi Óvónőképző Intézetben. Ettől az évtől kezdve már óvónőként dolgozott a Békés Csabai Gábor Áronóti óvodában, ahol eddig gondozónő volt. 1983-tól került a békési óvodába, ahol jelenleg is dolgozik. Gyermeknevelésére jellemző a következetesség, kitartás, folyamatosság. Óvónői munkájában mindig arra törekedett, hogy a gyermekek számára minden optimálisan biztosítva legyen az óvodában.
1988-tól tagóvoda vezető megbízást kapott. Tudását rendszeres továbbképzéseken frissítette. Az intézmény átszervezése után szakmai intézményvezetőként segítette a 9 óvodából álló intézmény munkáját. Jelenleg is ebben a pozícióban dolgozik, valamint az intézmény minőségi munkacsoportjának helyettes vezetője. 2001-ben a Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai Karán gyógytestnevelő szakvizsgát szerzett, melynek ismeretét nem csak a saját tagóvodájában, hanem az egész intézményben hasznosította. Mint az igazgató szakmai helyettese, valamint a minőségi munkacsoport tagja, évek óta részt vesz az óvodai dolgozók munkájának rendszeres minősítésében. Mindemellett ellátja óvodájában a gyermekek nevelését is. Nyugdíjba vonulása alkalmából munkája elismeréseként pedagógus szolgálati emlékéremben részesült. Szintén 2013-ban vonul nyugdíjba Pardi Lászlóné tanítónő, aki pedagógus szolgálati emlékéremben részesül. A díjat átadja Izsó Gábor polgármester úr. Pardi Lászlóné 1975-ben Debrecenben a tanítóképző főiskolán szerzett tanítói oklevelet. A pedagógus pályáját Dévaványán az egyes számú általános iskolában kezdte, majd tanított Gödön 1978-tól 1982-ig. 82-től az akkori kettes számú általános iskolában, majd a Karacs Teréz általános iskolában, ma a Szegedi Kis István Református általános iskolában folytatta tanítói pályafutását. 2012-13-as tanévben 40 éves munkaviszony után megy nyugdíjba. Pardi Lászlóné a szó igaz és nemes értelmében tanító volt. A közel 40 év alatt több generációt tanított meg írni, olvasni, számolni. Munkáját a lelkiismeretesség, precizitás és elhivatottság jellemezte. Folyamatosan képezte magát, mindig igyekezett megfelelni a szakmai kihívásoknak. Tanítványait nem csak írni, olvasni tanította, hanem figyelmet fordított nevelésükre, teljes személyiségük formálására. Fontosnak tartotta, hogy a rábízott gyerekek mérettessék meg magukat az iskola falain kívül is, így számtalan versenyre, pályázati felhívásokra nevezte be őket, és készítette fel lelkiismeretesen. Azt vallotta, hogy a gyermekeket a szülői házzal együtt tudjuk csak rendszeresen oktatni, eredményesen nevelni, ezért igyekezett a legjobb kapcsolatot kialakítani a szülőkkel is. Munkája elismerésének jeleként pedagógus szolgálati emlékéremben részesült. Szeretettel köszöntjük Veres Béla Károlynét is, aki szintén 2013-ban vonul nyugdíjba, és pedagógus szolgálati emlékéremben részesül. Izsó Gábor polgármesterének kérem föl az emlékérem átadására. Veres Béla Károlyné 1976-ban szerezte első diplomáját Szombathelyen, matematika könyvtár szakon. Ebben az évben helyezkedett el a Békési Kistérségi Iskola jogelődintézményében. Pedagógiai hitvallása kezdetektől a humánum, a szeretet, az emberi értékek megbecsülése. Kollégáival és a szülőkkel egyaránt tartalmas kapcsolatot alakított ki. Könyvtárosi munkáját nagy türelemmel, példaadással végezte, könyvszeretetét tanítványaival is igyekezett megosztani. Éveken keresztül sikeresen szerepeltek diákjai a különböző könyvtárhasználati versenyeken. Az iskola munkáját nagyban segítette, hogy ő koordinálta a tankönyvrendelést. Munkája során továbbképezte magát, a kor követelményeinek megfelelő felsőfokú informatikai képesítést szerzett. Az alsó tagozat számára kollégáival kidolgozta az informatika megszerettetését szolgáló programot. Osztályfőnökként szívesen vállalkozott hátrányos helyzetű tanulók nevelésére is. Tanítványai emberséget, toleranciát, kitartást tanulhattak tőle. Segítőkész, empatikus személyiség. Számtalan túrát, kirándulást köszönhet a tantestület aktív szervező munkájának. Diákjai az országhatáron túlérő magyarság értékeit is megismerhették, ugyanis fontosnak tartja a nemzeti összetartozás érzését.
Szakmai érdemei elismerése és nyugállományba vonulása alkalmából pedagógus szakszolgálati emlékéremben részesült. Kérem, fáradjon fel a színpadra, és csoklunkat fogadja szeretettel Kis Eszter, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Békési Járási Tankerületének igazgatónője, és Mester Péter nyugalmazott tanár, akik ne felejtsd díjat kaptak. 2013-ban ismét Rejtelmek, ha zengenek díjában részesült Dávidné Gyarmati Zsuzsanna. Békés városért kitüntetést vehetett át Szeverényi Barnabás tanár. Szeverényi Barnabás 1960. december 18-án született Békés Csabán. Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. Tanítói diplomát szerzett a Debreceni Tanítóképző Főiskolán 1986-ban, másoddiplomáját 1997-ben vehette kézhez a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Magyar Nyelv és Irodalom szakán. Pedagógus munkakört 1980 óta tölt be városunkban. Kezdetben a diákotthonban, majd rövid megszakítás után a Karacs Teréz Általános Iskolában volt kollégiumi nevelő. 1996-tól tanít magyar nyelv és irodalmat. A tananyag tanításán túl nagy figyelmet fordít tanítványai tanulmányi versenyekre és kulturális rendezvényekre való felkészítésére. Rendhagyó irodalom és történelem óráin betekintést enged saját művészetébe, hazájáért, városáért, felelősséggel gondolkodó, történelmi látásmódjába. Folyamatosan részt vállal a város kulturális életéből, nem egyszer fiaival együtt áll színpadra. Amíg egészsége, keresztény értékrendje és lelki ismerete engedte, építő szándékkal vett részt a város politikai életében. Szeverényi Barnabás Békés város pedagógiai és kulturális területén hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenységéért Békés városért kitüntetésben részesült. Sajnos egészségi állapota nem engedi, hogy most közöttünk lehessen, így a virágot eljuttatjuk számára, és jó egészséget kívánunk. Szintén Békés városért kitüntetést vehetett át, és közel 30 éves pályafutását követően idén nyugdíjba vonul Szilágyi Erzsébet. Kérem, fáradjon föl a színpadra. Szilágyi Erzsébet 1954. október 10-én született Dobozon. Első diplomáját 1976-ban a Szarvasi Óvónőképző Intézetben szerezte, pályafutását óvónőként kezdte. Ezt követően a Kulik Gyula Művelődési Házban dolgozott 7 évig, 1982-ig, majd 88-ban végezte el a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolát és szerzett népművelői diplomát. A Békési Művelődési Házban 83-ban kezdett dolgozni. 99-ben szerzett közművelődési szakember képesítést a Budapesti Magyar Művelődési Intézetben. Békési pályafutása során közel 30 éven keresztül szolgálta a helyi kulturális élet fellendülését, ápolását. Kimagasló a művelődés területén végzett tevékenysége, hiszen a helyi rendezvények szervezésén túl szívügyének tekintette a városi művelődő közösségek felkarolását, a roma kisebbséghez tartozó, hátrányos helyzetű lakosok informális oktatását, kulturális lehetőségekhez juttatását. Eddigi a kultúra területén végzett munkája példaértékű, segítőkészségével, szaktudásával valamennyi munkatársa szakmai elismerését és tiszteletét kivívta. Kiemelkedő közművelődési tevékenységének elismeréseként 2011. augusztus 20-án a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás minisztertől Besenyei György díjat vehetett át. Kedves vendégeink, szeretettel köszöntjük a színes diplomás, kedves idős kollégákat.
Méltatását olvassa az 50 éves aranydiplomás István Istvánnénak, Karácsonné Mucsi Éva Tisza Kálmán közoktatási intézmény pedagógusa, a diplomát pedig átadja dr. Varga Imre címzetes igazgató, a Szegedi Egyetem kandidátusa. István Istvánné, nekünk kollégáknak és a gyerekeknek, csak egyszerűen Icu néni. 37 évet dolgozott gyógypedagógusként. Diplomájának 50. évfordulóját ünnepeljük most, és kívánunk neki minden jót nagy-nagy szeretettel. Turkevén és Mezőtúron járt középiskolába. 1958-ban érettségizett. Főiskolai tanulmányait Budapesten a gyógypedagógiai tanárképző főiskolán végezte, 1963. január 21-én államvizsgázott. Szakmai pályafutásán mindössze két munkahelye volt. Az egyik Tarhoson, a másik Magyarbánhegyesen. 1962. augusztus 1-én kezdett el dolgozni Tarhoson, az Állami Nevelő és Foglalkoztató Intézetben. Majd egy kis kitérő következett, 65-ben, amikor is Magyarbánhegyesre került férjével, a gyógypedagógiai intézetbe. 8 év elteltével azonban visszahúzta Tarhosra a szíve. 1973. augusztus 1-től egészen nyugdíjba vonulásáig itt tevékenykedett. Nyugdíjasként pedig még 2 éven keresztül segítette logopédiai munkájával intézményünkben folyó fejlesztő munkát. Mindkét intézményben a kisegítőiskola felső tagozatán tanított. Szinte minden évben osztályfőnöki teendőket látott el, logopédiai foglalkozásokat is tartott kisegítő és foglalkoztató iskolás gyermekeknek. Tanítványai nagyon hamar elfogadták, megszerették, a szülők tisztelték, becsülték lelkes pedagógust. Pályája igazi karrier. Több alkalommal kapott megbízást az intézmény vezetőitől szakmai munkaközösség vezetésére, internátus vezetői feladatok ellátására. 1983-tól a területi szakmai munkaközösség vezetője. Gyermekvédelmi felelős is volt több éven keresztül. Gazdag szakmai tapasztalatait nem csak saját maga, hanem kollégái épülésére is szánta. Kiváló szakmai eredményeket ért el, fáradhatatlan, lelkiismeretes munkájának, emberi adottságainak köszönhetően 1987-től igazgató helyettesi megbízást kapott, és ebben a minőségben vonult nyugdíjba 1997. december 6-án. A vezetés szolgálatnak tekintette, szinte minden idejét az iskolának szentelte, a gyermekekért dolgozott. Áldozatos munkájáért nem csak igazgatói dicséretben részesült, hanem felsőbb szervek is elismerték munkáját. 1969-ben a megyei tanács VB műveledési osztályának dicséretében részesült. 1978-ban kiváló munkájáért kapott kitüntetést. 1982-ben pedig a Magyar Úttörők Szövetségétől kapott oklevelet. Kedves Ica néni, mindnyájunk Icu nénie, gratulálunk az 50 évhez, gratulálunk az aranydiplomához, jó egészséget, nyugodt, boldog, hosszú nyugdíjas éveket kívánunk. Intézet hosszú időn át az országban meghatározó volt.
A Tartsintézet életében pedig István István nép és István István is meghatározó volt. Én is csak akkor van nagyon szép köszöntőjhöz, nagyon egészséges, boldog, szép életet kívánok, és az unokájában való csodálatos gyönyörű. Szeretettel gratulálunk Polgár Lajosné Olga néninek is, aki 60 éves gyémán diplomáját pénteken vette át a Budai Várban. Polgár Lajosné nyugdíjas tanítónő 1929. október 14-én Békésen született. Édesapja, aki a Debreceni Kollégium diákja volt, tanási tanítóként a Békés melletti Rosszerdőn végezte tanítói és hitéleti munkáját. Az iskola szeretete ebből az időből ivódott belé, mely példaként lebegett a pedagógusi pályája végéig. Érettségi után Békésen képesítés nélküli nevelőként kezdte a pedagógusi pályáját. Közben beiratkozott a szarvasi tanítóképzőbe, ahol 1953-ban képesítést szerzett. Tanítónőként első és másodikos osztályosokat tanított. A szülőkkel is jó kapcsolatot ápolt, nagy segítséget kapott tőlük a kirándulások és ünnepségek szervezésében, derekasan kivették részüket. A tanítás mellett részt vett továbbképzéseken is. Nagyon szerette az új módszerek bevezetését, először a Lénárt féle matematikai módszerrel ismerkedett, majd Demeter Katalin óráira járt közel 4 éven keresztül az Arany János gimnáziumba elsajátítani az írás, olvasás és nyelvtan, majd Varga Tamás módszerét. 32 év után vonult nyugdíjba. Nyugdíjazása után sem hagyta abba a pedagógusi munkát. Napközis nevelőként még 12 éven keresztül dolgozott, Békésen, majd Leányfaluban, Budakalászon, a Pók utcai lakótelep iskolájában, és utoljára a Szent Gellért katolikus iskolában. Bár évek teltek el az utolsó kicsengetés óta, a szeptember 1-e mindig megdobogtatja még ma is szívét. Visszaemlékezik a régi szép időkre, diákjaira, akik közül sokan még most is megkeresik. Osztálytalálkozókon együtt emlékeznek az elkövetett csíntevésekre, az órák hangulatára, a szünetek zsivajára. Sajnos Polgár Lajosné jelen pillanatban nem tud köztünk lenni, de küldött nekünk egy levelet, így szavait tolmácsolom most mindannyiójuknak. Nagyon szépen köszönöm a pedagógus napra szóló meghívót. Sajnos nem tudok ott lenni ezen az ünnepségen, de szeretettel üdvözlök mindenkit. Üdvözlet azoknak, akik még emlékszenek rám, és azoknak is, akik esetleg hallottak rólam. Pénteken volt egy nagyon szép ünnepség Budapesten, a budavári önkormányzatnál. A gyémán diplomát adták át. Az ünnepséget a békési kollégák jelenléte tette igazán teljessé. A velük való beszélgetés hazarepített Békésre. Köszönöm szépen nekik, hogy úgy érezhettem magam, mintha most is ott lennék veletek. Mindenkinek sok jót kívánok, Polgár Lajosné Olgi néni. Szintén köszöntjük Csarnai Istvánné Piroska nénit, aki 65 éves vasdiplomás. Csarnai Istvánné Kutyik Piroska tanítónő, gazdag, néha hányattatott életútja példa lehet minden pedagógus számára. Az évtizedeken keresztül kifejtett oktató-nevelő munkája elismerésre méltó. Olyan személyiségű, aki mindig elhivatottan nevelt és tanított. Bizonyítja ezt az is, hogy nyugdíjazása után is visszahívták a katedrára, így még éveken keresztül a felhalmozott tudását, tapasztalatát átadhatta a tanítványainak, kollégáinak. Magas színvonalú szakmai tudását, hivatás szeretetét a több mint 40 éves pedagógiai pályáján töretlenül megtartotta. Mindig az eredményességre törekedett, tanítványaiból a képességeinek megfelelő maximális tudást hozta ki. Napközis nevelőként arra törekedett, hogy a tanulók megértsék a jó feleletek, hibátlan dolgozatnak, az előfeltétele a következetes és pontos felkészülés. E tevékenységéhez a szülőket is megnyerte. Munkája eredményességét fémjelzik kitüntetései, jutalmazásai. Szeretettel köszöntjük!
Kérem, fogadják szeretettel, mégis szép címmel Szabó Ila és Csigér István verse zenés műsorát. Szabó Ila a Mezőberényi Petőfi Gimnázium magyar-orosz-német szakos tanára, aki saját verseit mondja, de majd közismert dalok is felhangzanak. Csigér István a Szegedi Ságvári Gimnázium biológia-kémia szakos tanára. Fogadják műsorukat nagy szeretettel. Külön is mások minden szabad, ez a csapat úgyis együtt marad. Megyünk egymás után a Gellért hegy oldalán. Kezed nyújtott, mert túl meredek, ennyi elég, hogy megszeresselek. Ha majd megérkezünk, tudod, számíthatsz rám. Hosszú hajadban fénylik a szél, hanyat fekszünk a fő égigér, egy kis lázadás, egy osztály kirándulás. Ahogy mi látjuk, nem látja más, ahogy mi mondjuk, nem érti más, hogy meddig is tart egy osztály kirándulás. Eső kerget, és nem futunk tovább, s összebújnak az elázott ruhák, és úgy tapadnak ránk, mint az ártatlanság. Tűrd az esőt, és ne rontsd el az örömünk, úgyis nem sokára átöltözünk, és pár év után alig ismerhetsz ránk. Hosszú hajadban eső ragyog, nem is tudom, hogy boldog vagyok, s ez végállomás, egy osztály kirándulás. Ahogy láttalak, nem látott más, ahogy elhittük, nem hitte más, hogy meddig is tart egy osztály kirándulás. Sajátunk lesz. Gyere velem, hogy eltévedhess. Így éred el, amit most kerestél. Lábunk előtt a jövő ott feber. Szorgék adtuk, hogy sose vesszen el, hogy volt egy idő, olyan fekete-fehér. Ahogy mi láttuk, nem látta más, amit mi hittünk, nem hitte más, ez nagy lázadás, egy osztály kirándulás. Volt egy osztály, egy egész világ, te is ott voltál, emlékszem rád, mert néha még tart az osztály kirándulás. Ahogy mi láttuk, nem látta más, amit mi hittünk, nem hitte más, és néha még tart az osztály kirándulás. Tornyaitól megsebezve, gyógyultnak hit sejtjeimből fölbuzog az emlék. Visszahívó régi arcod, múlt csodáit keresem. Ismerősen koppan vissza léptem hűtlen köveden. Sárkány, április 4 útja, béke, hősök kapuja. Kárász utca, Széchenyi tér, múzeum, Arany Tisza. Liget, Ogyesszai körút, Vakegér,
Vedres utca. Szürkülő kép, régi álmok, lelkét vesztett valóságok. Diák évek, ég veled. Hétköznapok soron ászom, ölelésül búcsúzásom, rád terítem, szép Szeged. Július királynője voltam. Tekintetet koronája rajtam ragyogott, és elhittem, hogy szép vagyok. De búcsunk csillaga gyúlt, s messze a múltba gurult minden. Csókjait palástja éke lehullott rólam. Most emléked menedéke egyetlen köntösöm. De neked ezt is ezerszer köszönöm. Köszönöm, hogy értem jöttél, útporából felemeltél. Köszönöm, hogy életemnek új értelmet adtál. Köszönöm, hogy erőt adtál, a bajban nem feledtél. Köszönöm, hogy megérezted, szükségem van rád. Köszönöm, hogy erőt adtál, bánatomban vigasztaltál. Köszönöm, hogy hozzám mindig türelmes voltál. Köszönöm, hogy elviseltél, lehetetlen sosem kértél. Köszönöm, hogy megértetted, szükségem van rád. Ki tudja, nélküled hol lennék ma már? Tán jó, ha el sem képzelem, amit tőled megtanultam, nem felejtem el. Amíg élek, s emlékezem. Köszönöm, hogy rám találtál, köszönöm, hogy velem voltál, köszönöm, hogy végül is magamra adtál. Köszönöm, hogy segítettél, hálát sosem követeltél. Köszönöm, hogy megérezted, nincs szükségem rád. Ki tudja, melletted hol lennék ma már? Tán jó, ha el sem képzelem, amit tőled megtanultam, nem felejtem el. Amíg élek, s emlékezem. A pohárköszöntőnek illik rövidnek lenni, most is igyekszem ehhez tartani magam, és előre is elnézést fogok kérni. Egy picit rendhagyó lesz, amit mondani szeretnék. A mai nap hozta össze a mondandómat, nélik, és most ne tessenek arra gondolni, hogy a polgármester úr, doktor úr megzakkant és hittéríteni akar itt, de a sztorihoz, ahogy ma illik mondani, hozzátartozik ez is. Ma úrnapja van. Az azt jelenti nálunk, katolikusoknál, hogy ma van a eukarisztia, vagy az oltári szentség ünnepe. Ilyenkor emlékezünk meg arról, hogy Jézus feláldozta magát értünk, és a testét ostya formájában, a vérét bor formájában megkóstoljuk, mégis magunkhoz vesszük. Emellett bérmálás is volt, ami azt jelenti, hogy békési fiatalok tudatosan, felnőttként vállalták azt, hogy vállalják a vallásokat, és emiatt meglátogatta a városunkat a püspökünk, Kisrigó püspök atya. Eddig volt a bevezető. Most jön a lényeg.
És a püspök atya ugye ismert arról, hogy rugalmas, vidám, fesztelen, abszolút nem tartja magát a protokollhoz. Ő mondta a szentbeszédet, és elmondott egy nagyon-nagyon közismert történetet, amely történet még azok számára is nyilvánvaló, hisz az általános műveltség kincsestárához tartozik, akik nem különösebben templomba járó emberek. Ez a történet pedig a hal és a kenyérszaporítás meséjét, történetét mondja el. Ugye, hogy volt egy nap, amikor Jézus tanította, gyógyította az embereket, úgy mondják, hogy legalább 5000 férfi volt, ami azt jelenti, hogy sokkal többen voltak, mondjuk legalább 10000. Egész nap ment a történés, és estére ugye megéheztek, és kiderült, hogy nincs semmi ennivaló. Itt egy kicsit a templomban elcsodálkoztunk, hogy hát ott vagyunk zsúfolásig tele a templom, miért ilyen együgyű, közismert történettel szórakoztat minket a püspök atya, de illedelmesen és csendben hallgattuk. És aztán ő folytatta így, hogy hát ugye kiderült estére, hogy nincsen semmi enni-innivaló, és hát mégiscsak illene az embereket megetetni, és kérdezte Jézus, hogy hát kinél van valami, amivel megkínálhatnánk a többieket. És óriási nagy csend volt, senkinél semmi, úgy nézett ki. Aztán egy kisgyerek előállt, hogy van neki két hala, meg valami kenyér maradéka, és ezt felajánlja. A jelenlévő felnőttek szinte kinevették, szinte hallani lehetett, hogy mosolyognak rajta, hogy kis naív gyerek, hát hogy lehet két hallal és pár darab kenyérrel megetetni 10000 embert. És most jön egy zárójel, püspök atya mondta, hogy ugye mindannyian ismerjük azokat a fajta embereket, akik olyan zsebből evők. Internátusban vannak, közösségben vannak, közmunkán vannak annak idején, ahogy jártunk. És soha nem kínáltak meg senkit, hanem mindig ugye a zsebből befeladozták, amit otthonról hoztak. Vannak ilyenek. Nos, a kisfiú felkínálta a két halat, meg a pár darab kenyeret, és abból kezdte Jézus kínálni a többi embert, a 10000-et. És csodák csodája, ugye eddig úgy tudtuk a történetet, hogy hát csinált egy ilyen csodát, mint bármelyik bűvész, és egyszerűen sok kenyér lett, meg sok hal. Valójában mi történt? A gyerek rádöbbentette az ott jelenlévő tömeget, amely tömeg egyedekből állt, tehát külön-külön álló egyedekből, hogy másképp is lehet nézni a dolgokat. És mindenkinek a zsebéből előkerült az étel, ami benne volt, a hal, a kenyér, mert mindenki úgy indul el otthonról, hogy valamit visz. És ugye mindig úgy pakolunk, hogy egy picivel többet pakolunk, mint amennyit el tudunk fogyasztani. És amikor a kisgyerektől elkezdődött a körbekínálás, és előkerültek a zsebből az otthonról hozott ételek, akkor a végén, úgy ahogy a bibliai történet mondja, nem hogy elég volt, hanem még maradt is. Most mégis csoda történt, ha belegondolunk. Nem a bűvészi csoda, hogy egyszerűen egy legyintésre, egy pattintásra sok kenyér lett, meg sok hal, hanem a csoda az emberekben lett. Elővették a dugit, elővették azt, amit csak maguknak szántak. És az a 10000 főből álló tömeg, 10000 egyedből álló tömeg abban a pillanatban megfordult, és már nem tömeg volt, hanem közösség. Már nem a nyáj szellem vezérelte őket, hanem a közösségi szellem. Noha van csoda, ha volt csoda, akkor a csoda ez volt. Én ezt a csodát éreztem ma itt önök között. Ez a csapat nem egy tömeg különböző egyedekből, hanem ez a békési pedagógusok közössége. És már nem is szólul arra rá, hogy a kisgyerektől tanulja meg, hogy hogyan kell a csodát csinálni, hanem ezt a csodát már gyakorolja évek óta, és tovább is adja, pont fordítva a kisgyerekeknek. Na azt kívánom, hogy ez a csoda működjék örökkön, örökké itt békésen, és mielőtt azt mondanám, hogy erre emelem poharam, ez a reklám helye, Június 12-én mindenkit nagy szeretettel várunk ugyanide, Hoffmann Rózsa államtitkár asszony, Budai Gyula államtitkár úr, Mláz Ágoston jönnek a kész meghívására, a fórumot tartanak, lehet írásban kérdést feltenni, tehát lehet rá készülni. Szeretettel várunk mindenkit, most pedig jó egészséget kívánok mindenkinek.